Így kezdődik a Bátai Sárköz Néptánc Együttes karácsonyköszöntő kisfilmje. Ez időtájt minden évben saját karácsonyi képeslapot készítenek, és küldik ki barátaiknak, más együtteseknek, partnereiknek. Úgy gondoltuk, hogy mivel elég kevés bemutatkozásunk volt, elég kevés fellépésünk volt, nem is szégyen bevallani, szerintem, hogy 3 darab összesen, úgy gondoltuk, hogy most valami közelebbi, tehát valami szívhez szóló üzenetet szerettünk volna átadni a követőinknek, illetve barátainknak. És akkor valahogy jött az ötlet, hogy ez legyen egy videó, de akkor mégiscsak milyen videó legyen ez, énekeljünk, jó, de milyen formában, tehát, és akkor így jöttek az ötletek így a táncegyüttes tagjaitól, ugye ez egy elég kreatív csapat, és a végére alakult ki az, hogy ez egy karácsonyi üdvözlő videóklip legyen tulajdonképpen. Mi mindenképp szerettük volna felkérni a kedves barátunkat, Szabó Lindát erre az énekre, tehát hogy ő segítsen nekünk az énekben. És én, ha jól emlékszem, az ő ötlete volt az, hogy egy angyal, vagy egy kislány jelenjen meg mindenképpen ebben a videóklipben. Én is gondoltam arra, hogy valahogy ezt a fényt, amit ugye átadunk egymásnak, a táncosok átadják egymásnak, ezt valahogy be kellene hozni a templomba. És hát szerintem erre ugye a legalkalmasabb egy kislány lenne egy angyalka személyében, de én, ha jól emlékszem, a Linda ötlete volt ez. Mert nagy örömre van született, aki után a föld ebedett, Mária karján égi a lény, isteni kisdert szűznek övé. A forgatás helyszíne a Bátai Szentvér kegyhely volt, amit a közelmúltban a Ferenc pápa bazilika minor rangra emelt, tehát most már Szentvér bazilika. És mivel egy nagyon nagy átalakításon esett át ez az egész intézmény, úgy gondoltuk, hogy ez mindenképpen egy méltó helyszín, és ez hangsúlyt is kell, hogy kapjon a filmben, bár nekünk most inkább az egyházi környezet volt a lényeg, nem pontosan a templomnak a pontos helyszíne neve, de mivel az együttes székhelye Báta, ezért úgy gondoltuk, hogy a Szentvér Bazilika a legmegfelelőbb helyszín erre. De annak ellenére, hogy ez egy közösségi munka volt, de szerettük volna, hogy ez legyen igényes, mert szerintem úgy jön át ennek az üzenete. És rögtön én a kollégámat megkerestem ezzel, szóvivő kollégámat, nagyon jó ötletei vannak, nagyon kreatív ember, hogy ebben segítenen-e nekünk. Mert táncosok nagyon rugalmasak, részt vesznek minden közösségi projektben, csak egy kicsit kell őket irányítani, és azt éreztem, hogy én ehhez most kevés vagyok. Tehát az ötlet az megvolt, viszont a kivitelezésben úgy éreztem, hogy én kevés vagyok, és akkor megkértem a kollégát, akivel ugye a forgatókönyvet összeállítottuk, és akkor közösen találtuk ki, hogy kik legyenek azok az emberek, akik a megvalósításban konkrétan tudnak technikailag segíteni. A klip elkészítésében televízión is segített az együttesnek. A forgatás úgy zajlott, hogy gyakorlatilag az utolsó órában voltunk, a karácsonyi nagy hajrában. Mindenképp szerettük volna, hogyha ezt karácsonyra tudjuk ugye az embereknek közvetíteni. A forgatás, mi már egy páran tudtuk azt, hogy ez egy nagyon hosszú időt fog igénybe venni. Ez egy szombati napon történt a forgatás. Oda hívtunk mindenkit, tehát a technikai személyzettől elkezdve a táncosokon át mindenki, aki szereplője volt a kisfilmnek, 11 órára, és gyakorlatilag egy bő 7-8 órát igénybe vett, amíg minden jelenet elkészült. A tánccsoporton és a Lindán kívül, illetve a kislányon kívül volt még egy kulcsfigura, az egyik táncosunknak egy barátja, aki az orgona kíséret volt tulajdonképpen az énekhez. Tulajdonképpen ő először találkozott az együttessel, tehát ez is egy nagyon érdekes volt ebben a filmben, hogy ez egy úgymond a táncos berkekben nálunk ez zenés főpróbának hívják, tehát ott állt össze az egész darab, mi vele először ott találkoztunk, és próbáltuk össze az éneket az orgona kíséretre, tehát ez egy ilyen rögtönzött dolog is volt egy kicsit. A végeredmény tökéletesre sikerült, tehát én azt gondolom, hogy talán még jobbra is sikerült, mint amire számítottunk. Tehát ez egy nagyon pozitív csalódás volt ilyen szempontból. Szerintünk nagyon szívhez szóló, nagyon megható lett az üzenet. Mert ez az én...